A magyar-amerikai futballbajnokság, vagyis a 16. Hungarianból döntőjét a Fehérvár Entroners és a tavalyi bajnok Budapest Wolves vívta egymással az új Hidegkúti Nándor stadionban. A szombati mérkőzés egyben az előző szezon végjátékának visszavágója is volt, hiszen a 2021-es döntőt szintén előbbi két csapat játszotta egymás ellen, akkor a budapestiek nyertek 18 hétre. A teljes szezont figyelembe véve, ezúttal az Entroners számított esélyesebbnek, hiszen az idei sorozatban minden mérkőzésüket megnyerték, a Wolves ellen 33-13-ra diadalmaskodtak. A döntőt is a fehérvári csapat kezdte jobban, a labdaszerzés és mezőnygól után már is 3-0 állt az eredményjelzőn. Az első negyed végén magára talált a Wolves, és szintén mezőnygóllal 3-3-ra zárkózott fel. A második játékrészben az Entroners bakonyvári Patrik révén megszerezte a döntő első társdányát, ekkor felébredtek a fővárosiak, és két jó támadás után már is megfordították a mérkőzést, így 10-17 állt az eredményjelzőn. A szünet után fehérvári részről Merchant egyenlített, ezzel 17-17-es döntetlenre állt a találkozó. A negyedik negyedben, 8 perccel a mérkőzés vége előtt, Madaras Erik futott társdánt, amely 24-17-es előnyt jelentett a koronázó városiaknak. Ekkor még egyszer feltámadta a Wolves, és Tóth révén 24-24-re szépített. Kevesebb, mint 5 perc volt hátra, mikor Merchant passzolt kiváló ütemben Madarashoz, aki már második touchdownját jegyezte a mérkőzésen, ezután az eredmény már nem változott. A Fehérvár Entroners 31-24-re diadalmaskodott a döntőben, ezzel együtt pedig veretlenül nyerte meg a bajnokságot.